Nemrég ért véget, és nem is akárhogyan, a Ferencváros-Pécs mérkőzés, és a Fradi edzője már itt is van a stúdióban. 13 forduló, 20 pont, és ami mögötte van, erről fogunk beszélgetni. Hölgyeim és uraim, Ricardo Moniz! My place. Yes. Foglaljon helyet nyugodtan körünkben. Nagyon örülök, hogy elfogadta a meghívásunkat. Beszéljünk először a hihetetlen hajrát produkáló Pécs elleni mérkőzésről. 2-0-nál a pécsiek vezetésénél azt hittük, hogy egy gyászos hangulatú beszélgetést és egy gyászos hangulatú Ricardo Monizt láthatunk majd itt. Nagyon nagyot hajrázott a csapat azért, hogy ez a 10 perc most ne ebben a szellemben teljen. Hát igen, soha se szabad gyászosnak lenni, mindig pozitívnak kell lenni. És hát mi nagyon is jellemes, nyílt klub vagyunk, és szerintem nagyon példás, ahogy mi hozzáállunk mindenhez, soha nem adjuk fel. Van például egy fiatal gyerek, aki ugye elveszített az egyik vesét gyerekkorában, és nem adta fel, ő se adja fel. Az utolsó pillanatig mindig harcolni kell, ebből is tanulunk. Hát ő az ő példája, de most nem is erről van szó, hanem mondjuk a nézők például, akiknek nem tudom, bármilyen problémájuk lehet, és a foci kiváló példa. Mindig jellemes emberek harcolnak, és nagyon nagyobb erőt ad mindenkinek ez. Nagyon nagyot hajtott a csapat is ezért a sikerért most, és valóban akkor ennek szellemében futballozott, de nem ez az első alkalom, hogy ilyen jól hajráznak. A Debrecen elleni mérkőzést is a hajrában sikerült megfordítani, és volt több olyan találkozó is, amikor ugyan nem sikerült nyerni, mondjuk a Győr elleni meccs, vagy mondjuk az MTK pályán, de nagyon-nagyon keményen nyomtak, és máshogy is alakulhatott volna. Így van. Pozitív ez a dolog is. De nem kéne hagyni, hogy odaig fajuljanak a dolgok, hogy ugye mindig vissza kéne jönni a meccsbe. Tehát azért vannak példák, hogy azért ez sem mindig nagyon jó. És hát elkezdődik a mérkőzés 0-0-ról, és akkor hát persze, ott kell megszerezni a pontokat. De igaz, amit mond, mentálisan nagyon erősek vagyunk, és fizikálisan is ez sikerült az utolsó percekben mindig megfordítani. Több mérkőzést is említett most a Matyi, mégis ennek melyik a legemlékezetesebb az ősz folyamán? Hát mindegyik emlékezetes. Hát ez egy áldás számomra az, hogy ott lehetek. Mindegyik döntő, mindegyik meccs döntő. Így állok én ehhez hozzá, és boldognak kell lenni ahhoz, hogy ebben a csodálatos sportban játszhatunk, szerepelhetünk, és mindegyiket az utolsó meccsként kell felfogni. Hát ugye öregszem, az igaz, 10 évet öregettem ma is például, nagyon jó dolog ilyen örömet szeretni, de azért ez sok néha. Na, örülök, hogy láttuk mosolyogni, mert azt mondták Salzburgban, hogy ön sosem mosolyog, úgyhogy mi ezen már túlestünk, akkor ezek szerint ön mégis tud mosolyogni. Dehogy is, én befelé mindig mosolygok. Akkor is, amikor a védelmet nézi, hiszen ugye mondta, hogy nem szabadna, hogy idáig fajuljanak a dolgok sokszor. A támadó játékosok látszik, hogy több meccsen is kitesznek magukért. A védelem összerakásai a főszerep mondjuk a téli alapozási időszak alatt? Nem csak a védelem, hanem a védekezés. Igaz ez, de hát a támadás is nagyon, nagyon fontos, mert hát ott is kezdődik a baj. Ha a támadósor elveszíti a labdát, akkor ugye már is a védekezésen van a nyomás. Tehát ez kollektív hiba, ha úgy tetszik. És hát persze a védekezés, igen, azon is kell dolgozni, de mindig azon van a hangsúly, hogy együtt mire vagyunk képesek. És mindig az a fontos, hogy hol a labda, milyen pozícióban van, mennyire vagyunk kreatívak, hogy meg tudjuk tartani, hogy jobb helyzetbe hozzuk a csapattársakat. És ez nagyon fontos, ugye, ez a labda birtoklás. És nagyon-nagyon fontos ez, hogy technikailag is úgy tudjunk ehhez hozzáállni, hogy megfelelően legyen meg a bizalma a játékosoknak, hogy megtartsák a labdát. Ez nagyon fontos, és ezáltal tudunk közel kerülni a kapuhoz, hogy ellenőrizzük a játékot, gólövési lehetőségeket teremtsünk. És ez kollektív hiba, hogy erre nem vagyunk most képesek, de nagyon remélem, hogy a jövőben ez meg fog változni.
A Tatelemnél úgynevezett skill trainer volt, tehát ügyességi edző ebben a... Nem? They call it like that. Hát ők így nevezik, igen. Értem, akkor mi az, amit ez pontosan takar? Igazából a kérdés lényege az, hogy meg lehet-e tanítani felnőtt korban a játékosokat cselezni. Én azt hallottam, hogy van olyan játékos, akinek megmutatott 3 cselt, és azt mondta, hogy gyakorolja ezeket a cseleket, aztán majd szóljon, hogyha kész van. Look, 99%. Igen, hát a 99%-a annak, amit látunk, az nem beleszületett tehetség. Ez egy szakma, ezt meg kell tanulni, dolgozni kell. És optimálisan kihasználva minden napot, minden alkalmat, akkor lehet feljavulni. Tehát ez George Best, Pelé, Puskás esetében is, ez mindig az. Keményen dolgoztak, sokkal többet, mint mások. Én ezt csináltam, semmi más nem csinálok. Nagyon fontos tehát ezt hangsúlyozni, hogy fektess be a tudást. A rugótechnikádba, a labdakezelésedbe, az étkezésedbe, az életmódodba, mindenbe. Mert ez lesz döntő fontossága a jövő szempontjából. A 6 éves gyereknél is, és Van Nistelrooynál dettó, ugyanez a helyzet. És ő is ezt a választást ő meghozta 15 éves korában, és le is írta egy könyvében Van Nistelrooy, hogy el akarok menni, a Real Madridba akarok játszani, a Manchester Unitedbe akarok játszani. De a testvére sokkal tehetségesebb volt, és őt senki nem ismeri. Őt ismeri, aki nem annyira tehetséges, viszont sokkal keményebben dolgozott, és meghozta ezt a választást, hogy keményen kell dolgozni. Ez a siker kulcsa. Ezt támasztja alá szerintem az is, hogy nekem az egyik sokat mellőzött játékos a Ferencvárosban azt mondta, hogy igaz, hogy nem játszik azóta, amióta jön az edző, de az egyik legjobb szakembernek tartja, akivel valaha dolgozott, és nagyon hálás, hogy az edzésein részt vehet, hiszen rengeteget fejlődött. Nagyon érdekes ezt látni, és egyébként sok néző azt kérdezi, hogy milyen igazolásokat tervez a jövőben, vagy vannak-e olyan játékosok az utánpótlásban, akiket esetleg tervezi, hogy beilleszti az első csapatban. I didn't understand the question exactly. Az volt a kérdés, csak elmondtam egy történetet, hogy volt egy játékos, akit... Az volt, hogy a nézők azt kérdezik, hogy milyen igazolásokat tervez a következő szezonra, és hogy tervezi-e, hogy az utánpótlásból felhoz egy-két fiatal tehetséget. Na. At the moment, it's not sympathetic to talk about who are the new players. We still nem tudom, hogy most kik lesznek az újak, ugye? Egyelőre, hát még lesz MTK, ugye? Szerdán, és én értettem ezt a történetet, persze szép, amit mond ez a játékos, de ugye az a nagyon fontos, hogy milyen döntéseket hoznak ott kint a pályán a játékosok, és ezért nagyon fontos, hogy meglegyenek, megfelelően képzettek legyenek. Nem kell azért túl értékelni az edzőnek a szerepét ilyen értelemben. És mint korábban is mondottam, nagyon fontos az, hogy egyénileg a játékosok milyen döntést hoznak, milyen választásokat hoznak az életükben. Én nem tudok más tenni, minden nap egy konfrontáció, provokálom őket. Nagyon sokan egyébként a tartalékok között is nagyon sok tehetséges játékos van, csak azt a döntést nem hoztam meg, hogy én leszek a legjobb azon a poszton. Tehát ez a fiatal játékosoknál is ez nagyon fontos, hogy nincsenek meggyőződve arról, hogy képesek jól teljesíteni. Van 10-12 játékos, aki nem játszott ma, azoknak kell azt megérteni, hogy meg kell nézni, mik a képességeik. Legmesszemelőbben meg kell önmagukat vizsgálni. És magyar játékosok is nagyon tehetséges játékosok, és nem tudnak jó teljesítményt nyújtani pont ilyen értelemben, mert nincs ez meg, és múltban is tudjuk, hát én emlékszem, én hagyományosan jó a foci ezekben az országokban, Németország, Olaszország, én amikor fiatal voltam, Magyarország és ezek között voltak. Magyarországon igenis vannak tehetségek, csak ezeket így kell felnevelni, ez mentálisan. Ezzel a képességgel is akkor nagy jövő előtt áll a magyar foci. Mivel provokálja a játékosokat elsősorban? Hát mindig azt kell mondani nekik, hogy minden nap javulni kell valamiben, valamivel, és el kell fogadni ezt a kihívást, ezt a konfrontációt. És hogyha elfogadod ezt, akkor jobb leszel. Mindig azt kell mondani, hogy holnap jobb kell, hogy legyél. Ha erre nem vagy képes, akkor otthon is maradhatsz akár. Mi a véleménye arról, hogy 3 hónap a szünet most a 2 szezon között Magyarországon, hiszen azért Hollandiában nem pont így van. Hát ez azért egy nehéz idény volt azért, az biztos.
take it over from a person who I very respect. Egy olyan személytől vettem át az irányítást, akit én nagyon tisztelek, Détári. Ő nekem példaképpen volt. És nekem nagyon, nagyon, ez egy óriási nagy név, nagyon tisztelem őt. That was not easy to take that over. És nem volt könnyű tőle átvenni az irányítást. No pre-season, you didn't decide on the transfers and the football condition. Kit fogunk leigazolni, nem volt beleszólásom, nem tudtam igazából irányítani ezt a folyamatot, de hát ott megvolt a háttérben a támogatás, a játékosok részéről, mások részéről is egyébként. Sajnos pekhessen kezdtünk a Honvéd ellen, emberhátrányban, megpróbáltuk ugye a stílus jegyünket már az első pillanatoktól fogva ismertté tenni, és egyébként ugye ez látszott is, azt elveszítettük azt a meccset 2-0, most viszont visszajöttünk és megfordítottuk az eredményt. Három hónappal ezelőtt erre nem voltunk képesek, és ez szerintem egy nagyon pozitív fejlemény. Láthatjuk azt is, és teljesen átjön a személyisége, nem tudom te hogy vagy, mert a Ricardo Moniznak és a pálya szélén is, amikor beszélgetünk, akkor is azt érzem, hogy 100%-osan és maximálisan a futballnak él. 0-tól 24 óráig, ahogy azt hallottam önhöz közel állóktól a klubnál. Mégis mi az, ami ezen kívül egyébként foglalkoztatja? Körülnézette már Budapesten, olvasott egy jó könyvet az elmúlt három hónapban. Van egy családja, keveset tudunk erről. We all know it is for all of us. The family is important. Persze, hát ezt mindannyian tudjuk, a család nagyon fontos, és hál' Istennek mindenki egészséges, de más csak a foci, ez az igazság. Számomra ez a prioritás. Ugye most pont a fiatal tehetségekről is, a választásról beszéltem, a döntésről. Mi lesz veled, ha nem leszel focista, profi focista? Mi lesz veled? Semmi. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, ugye a mi szakmánkban ez szélsőséges döntéseket kell hozni, tehát abban az értelemben, hogy 100%-ot kiadj magadból. Tehát ez a prioritás. Ha ezt nem tudod, ezt a 100%-ot nyújtani, akkor nem lesz siker. És persze, hát Budapest egy gyönyörű város, fantasztikus fények, a hidak, fantasztikus város, de hát sokat nem láttam belőle, de szerintem a legszebb város a világon, ennyit tudok mondani erről. Nagyon szépen köszönjük, hölgyeim és uraim, Ricardo Monist látták és hallották. És nálunk hagyomány egy rajz is az edzőnek, Fehérvári Zsolt jó voltából ezt hat nyújtsam át, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.